Kunec Zsombor egészségügyi szakértő orvos, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hadd kezdjem ezzel, aztán nézzük nyilván a nagyobb képet és az összefüggéseket, azok a jelentősebbek, de mégis csak induljunk ebből az adománygyűjtő akcióból, a Szent János Kórház listájából, amivel kapcsolatban a Szent János Kórház már pontosított, ezt a nézők kedvére elmondom, ezen a listán szerepel egy csomó olyan tétel, amitől hát úgymond elhatárolódtak, tehát hogy ezt nem kérik, véletlenül került bele ebbe a listába. Azt mondta Pesti Imre, a Fidesz országgyűlési képviselő, hogy az ellenzék rombolja az emberek egészségügybe vetett hitét. Fontos elmondanom a tisztesség kedvéért, hogy ez nem a konkrét adománygyűjtők akcióval kapcsolatos reflexiókra mondta, hanem úgy általában. Áll előttünk egy lista papucsokkal, fésükkel, nem mondok el mindent, hiszen nem a teljes lista az, amiben gyűjtést kérnek, és áll egy, bármi. Pontosan, és áll egy információ arról, hogy nincsen gond, vagy hogy nem olyan a gond, mint ahogyan ezt mondja. Akkor nincsen gond. Akkor miről beszélgessünk? Be is fejezhetünk. Ennyi. Igen, nincsen probléma. Mit gondol erről az akcióról például? Én azt gondolom, hogy tehát ezek az eszközök, amiket itt felsoroltak, ezek nem egy nagyobb volumenű fejlesztésnek az eszközrendszeréje. Ez nem arról szól, hogy egy lélegeztetőgépet, egy olyan lélegeztetőgépet szeretnének megvásárolni, ami nagyon sok és nagyon komoly funkciókkal rendelkezik. Ez arról szól, hogy alapvető házi orvosi rendelőbe szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy János Kórház tegnap már be kellett volna zárni, úgy, ahogy van. Vagy tegnap előtt, mondják sokan. Sokkal én természetesen, hogyha átalakításban gondolkodunk, akkor azt már rég be kellett volna szállítani, és mondjuk egy kiállító csarnokot, vagy esetleg egy ilyen étkező, ilyen kulináris negyedet kellett volna ott létrehozni, de kórházat semmiképpen nem. Tehát ez önmagában az intézmény alkalmatlan arra, hogy kórház legyen. Ugyanakkor stratégiai jelentősége óriási. László Imre szokta elmondani, aki ugye a szuperkórház nem ellenérvel, hanem egy nagyon nagy jelentőségű, de másképp felhasznált kórházra Budán, Dél-Budán, és a János Kórház stratégiai jelentőségére nagyjából ott, ahol a János Kórház nem, természetesen a János Kórház beszántása, mint egészségügyi intézmény, nem képzelhető el anélkül, hogy előtte ne építettek volna meg egy szuper kórházat. Köszönöm szépen, Budán. Csak hogy ezt tegyük hozzá, nézők kedvéért, hogy nem arról van szó, hogy nincs szükség a kórházra. Egész természetesen a János Kórházat jelen pillanatban valóban a legcélszerűbb lenne azt mondani, hogy bezárjuk, de ezt nem tudjuk megtenni. Ész nélkül neki kellett volna már állni mondjuk a János Kórház vagy felső területén, vagy alsó területén, vagy valahol Budán a János Kórház közelében egy szuper kórház létrehozásának. Tehát ez nem megy, hogy egy Budapesten 24 kórházat, 50 valahány telephelyet tartunk föl, mert itt tartunk ezzel a rendszerrel. Hadd kérdezzek öntől két olyan dolgot, ami az ellenzék szempontjából nagyon fontos. Az egyik a CT-t mindenhova. Mit gondol erről a CT dologról? Ha már az előbb arról beszéltünk, hogy nem akkora beszerzésről van szó, amikor fésűt kérnek és tusfürdőt, mint egy lélegeztetőgép. Van ez a CT ügy, aminél sokkal komplexebb természetes, amiről a főpolgármester beszél. 5 évre kér 50 milliárdot önkormányzati egészségfejlesztésre, alapellátásra, nem csak CT-kre. Csak ugye ez volt a kampány szlogen. Ez az egyik, amiről szeretném kérdezni, a másik majd a szuperkórház. Bocsánat, csak még egy másodpercet, utána válaszolok erre a kérdésre. Hadd forduljak vissza itt a János Kórház ügyében. Elengedhetetlen, és ebből látszik a finanszírozás felülvizsgálata és a teljesítmény volumen korlát felülvizsgálata. Igen. Tehát ez elengedhetetlen ezekben a helyzetekben, ugyanis ez lesz a probléma majd a kerületeknél is, a szakrendelőknél, hogy a teljesítmény volumen korlát miatt azt nem tudom, hogy az rendben. Tehát egy bizonyos teljesítményt finanszírozza az egészségbiztosító. Egyébként, hogyha a lakosság több teljesítményt hívna le, mert többre van szüksége, akkor ezt már nem fogja finanszírozni az adott intézetben, vagy nagyon rosszul. Tehát ennek a korlátnak az eltörlése, átalakítása, a finanszírozási pontoknak az átalakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy bármiről is tudjunk beszélni. Most visszatérek, köszönöm szépen arra, amit kérdezett. Az 50 milliárd forint tök jó hangzik, de nem tudom, hogy mire. Én nem láttam egy listát, hogy mire kérik. Tehát először szeretném azt látni, mielőtt erről nyilatkozom, hogy mire. Mire szeretné elkölteni a főváros? A fővárosnak egyébként semmi nincs a kezében egészségügyi intézményként. Ez a kerületek kezében van. Elképzelhető és szükséges is a kerületek. Nekik is kéri. A kerületek akkor lehet, kéri. Hogy, akkor lehet, kéri. Hogy náluk már van egy olyan megegyezés, hogy ezt hogyan osztják el, és hogyan fogják fejlesztésre szállni. Én ezt nem tudom, mert nem látom, hogy
hogy ezzel mit szeretnének csinálni. Beszéljünk majd erről akkor, igen, hogyha a közfejlesztési tanácsban, vagy általában a kormány és a főváros között, aki az önkormányzatok nevében jár el, megszületik a döntés. Igen. Mit gondol arról, hogy Sinkó Eszter közgazdász azt mondta, hogy szerint a pénzügyminiszter addig nem akar adni többletpénzt az ágazatnak, amíg nincsen struktúra átalakítás, ami nem egy ördögtől való gondolat, csak hogy egy olyan ördögi kör, ami soha nem történt meg Magyarországon. Gyakorlatilag a kígyó megharapta a saját farkát, és ezt kergetjük most már 20 éve? Hát nagyon régóta. De én tökéletesen értem a politikának azt a koncepcióját, hogy hello srácok, mutassatok valamit. Ne a sivatagot locsoljuk, hanem azt, amit érdemes. Mutassatok valamit, valami koncepciót tegyetek le az asztalra, de hát ebben vastagon benne van a politika is. Ugyanis nem mi ültetünk oda nem mi szüntettük meg az egészségügyminisztériumot, nem a lakosság ültet oda teljesen alkalmatlan emmi vezetőket ebbe a pozícióba. Miért alkalmatlan? Melyik emmi vezetőről beszélünk? A legutolsó. Amelyikről mondjál. Nézze, én csak azt látom, hogy az onkológiában milyen sikereredményeket ért el, hogy gyakorlatilag 30 éves lemaradásunk van. Jelen napon nem érjük el azt a szintet az onkológiai ellátásban, amit az OECD országok átlaga, tehát nem a legkimagaslóbb. 1990-ben elértek. Ez siker. Amiben még nem érjük el az átlagot. Minisztert csinálunk egy ilyen sikerből. GDP 6,6%-át költöttük tavaly egészségügyre. Ez is siker. Igen, 4,6 belőle csak az állami, a többi magánember befizetés. Magában ez még nem is mondana semmit, de ha azt mondom, hogy Magyarországon az egyfőre jutó egészségügyi kiadások összege mondjuk 1500 euró, de majdnem, és az európai átlag ennek a duplája, akkor azt hiszem, hogy már elég sokat mondtam erről is. Ez még is egy dologról hadd kérjem a véleményed. Bocsánat, hogy csapongunk, csak úgy örülök, hogy itt van, és egy outsider ahhoz képest, amilyen politikai térben, például mondjuk László Imre mozog. Nagyon sokszor elmondta, hogy egyszerűen fake news, hazugság, rágalom, hogy ő azt mondja, hogy nem kell szuperkórház, kell. Csak nem ott, nem úgy, hanem esetleg például inkább szerintem a Szekimére. Szerintem László Imre minden egyes alkalommal ugyanezt mondjuk, nem azért, mert ő László Imre, hanem azért, mert egy valamilyen józan észre rendelkező egészségügyi szakértő az ugyanezt fogja mondani. A Tétényi Kórház alkalmas arra, hogy szuperkórházzá alakítsák. A Tétényi Kórház szuperkórházzá alakítása 22 év alatt. Mi szólhat amellett, hogy máshol akarják zöldmezős beruházásban? Aha. Nem tudok másra gondolni. Tényleg nem tudom, a beton, meg most már a csak azért sem. Mert nem megy oda a metró, és nem a megy siker, oda úgy. És a siker, bocsánat, ezt ne felejtsük, a siker még az nagyon fontos. Megmese ennek a történetnek. És kezd olyan lenni, mint Kárász Robert kollega, amikor cinikusan viccel fájdalomból. Én nem viccelek, ezt komolyan gondolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.